Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Özönvíz zúdult le az égből, Kaposszekcsőnél beszakadt egy út a csapadéktól. Pedagógus nap a szakképzési centrumban, 27 tanár részesült elismerésben. Mozgás művészet juniális, hagyományos diáknapját tartotta meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium. Migránsok, illegális határátlépőket fogtak el Nagydorogon. Szabályosan szétnyílt egy útszakasz Kaposszekcsőnél a csütörtöki heves esőzés miatt, de nem csak ott, az egész térségben sok munkát adott a tűzoltóknak a rengeteg csapadék. Pincéket és házakat öntött el az özönvízszerű eső. Megteltek az árkok, villámárvíz alakult ki Kaposszekcső, Kapospula, Vásárosdombó és Dombóvár térségében a csütörtöki esőzések következtében. Ezen az egy napon annyi eső esett Tolna megye ezen területén, mint aminek összesen az elmúlt egy hónapban kellett volna. A nagy mennyiségű hirtelen lezúduló csapadék utakat, pincéket, garázsokat, alaksori helyiségeket öntött el, de leszakadt faágak, kidőlt fák is több helyen fennakadásokat okoztak. Összesen 26 esetben kellett vonulni a hivatás tűzoltóegységeknek vízszivattyúzáshoz. Ezek jelentették a tűzoltó beavatkozás nagy részét, ezen kívül még két alkalommal Bonyhádon kellett leszakadt faágakhoz tűzoltóegységeknek vonulnia. Itt ugye a kézi motoros fűrésszel vágták le ezeket az ágakat és távolították el az úttestről, valamint a garázsról. A 611-es főút Kaposszekcső és Vásárosdombó közötti szakaszán 3 méter hosszan teljes szélességében beszakadt. Köves Péter, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, nagyon nehéz felkészülni ezekre a természeti jelenségekre, de egy kisebb esőzés is okozhat bajt, ha a vízelvezető rendszerek nincsenek kitisztítva. Amit meg tudnak tenni még a lakosok is annak érdekében, hogy ez a nagy mennyiségű csapadék víz elvezetődjön, ezeket az ülepítőket, valamint ezeket a csatornákat rendszeresen érdemes takarítani. Ennek köszönhetően a víz talán könnyebben el fog tudni majd távozni, valamint amit még érdemes figyelembe venni a nagy viharok alatt, hogy a gépjárművekkel kerüljük a nagy fák alatt történő parkolást, és ilyen szinten még esetleg így megoldhatjuk a gépjárművünk állapotát. Kaposszekcsőn és környékén a tűzoltók még most is dolgoznak a vizek kiszivattyúzásán és a károk elhárításán. A háborús inflációt és gazdasági válságot is kezelni képes költségvetést fogadott el a kormány 2023-ra, mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. A kormányfő kiemelte, nagy esélye van annak, hogy a háború elhúzódik, és a 2023-as év is bizonytalan lesz, és szorongásokkal teli. A világot gyötörni fogja a háború és annak a gazdasági következményei. A magyarok ki fognak maradni a háborúból, de nem húzhatjuk ki magunkat teljesen a következményei alól. Ilyen következmény az infláció és a gazdasági válság, magyarázta. A háború ténye hajtja föl az energiaárakat. Részben, ahogyan mi a nyugat reagálunk a háborúra szankciókkal, ez további áremeléseket indít el. És arra gondolt a kormány, hogy ez így marad a következő évben is, tehát egy háborús inflációt kezelni képes költségvetést fogadtunk el. A második meglátásunk az volt, hogy az a gazdasági válság, ami az infláción túl is megjelenik egész Európában, az is összefüggésben van a háborúval, tehát egy háborús gazdasági válságot kell kezelnie a költségvetésnek. A következő évben, 2023-ban is megmarad a 13. havi nyugdíj, és az infláció mértékének megfelelően tovább emelkednek azok. Szögezte le közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Az pedig már korábban eldőlt, hogy a júliusi nyugdíjemelés mellé a kormány egy összegben utalja el a fél évre visszamenő nyugdíjkorrekciót. A Tolna megyei szakképzési centrum pedagógus nap alkalmából elismerésben részesítette azokat az oktatóit, tanárait, akik az év során kiemelkedően végzett munkájukkal elősegítették a diákok előremenetelét, az intézmény működését. A Babits Mihály Kulturális Központban ünnepélyes keretek között 27 kollégának adták át az elismeréseket. Ünnepélyes keretek között méltatta a Tolna megyei szakképzési centrum vezetősége az év során kiemelkedő munkát végző oktatóit, tanárait. A pedagógus nap alkalmában megrendezett eseménynek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont, ahol a köszöntő beszédet és a zenés műsort követően átadták az elismeréseket, 27 pedagógus munkásságát díjazták.
Nagyon meglepődtem, és nagyon örülök neki. 22 éve tanítok, és még ez az első ilyen elismerés, amit kaptam. Azok a pedagógusok, akik a mai napon elismerésben részesültek, nagyfokú szakmai alázattal és pedagógiai elköteleződéssel és jelentős lojalitással rendelkeznek az adott intézmény felé, ahol dolgoznak, de ami mindezeknél is fontosabb, hogy gyerekközpontúak mind gondolkodásban, mind viselkedésben, mondta el Dömötör Csaba kancellár. Azokat, akik a legjobbak, őnekik meg kell köszönni. És ez egy nagyon fontos momentum, én úgy gondolom a centrum életében és az iskolák életében, hiszen emberek vagyunk, és személy szerint is hajtóerőnk az, hogy időnként megálljunk, megnézzük, és örülünk annak, ha elismernek bennünket. Erőt ad, további lendületet ad, lehetőségeket biztosít, és én ezért tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, hogy így működjünk. De nem csak az iskolákban oktató pedagógusokat részesítették elismerésben, hanem azokat a kollégákat is, akik a szakképzési centrum mindennapi tevékenységét segítik. A járvány visszahúzódása és a magas átoltottság miatt június végétől már csak péntekenként lesz oltási akciónap a kórházi oltópontokon. Emellett az oltás továbbra is kérhető a házi orvostól, házi gyermekorvostól. Az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a megbetegedések száma a magas átoltottság és a kedvező járványhelyzet miatt. Az oltottak száma már 6.411.000 fő, 60%-uk már a harmadik megerősítő vakcinát is felvette. A járványadatok hetek óta kedvezőek, az új fertőzöttek, a kórházi betegek és az oltásra jelentkezők száma is fokozatosan csökken. Mindez lehetővé teszi az egynapos nyitvatartást, ezzel is csökkentve a kórházak és az oltópontokon dolgozó egészségügyi dolgozók leterheltségét. Június utolsó hetétől a kórházi oltópontokon már csak péntekenként lesznek oltási napok 14 és 19 óra között. Az oltásra időpont foglalással és anélkül is lehet majd jelentkezni. A vendéglátósok felkészülnének a nyári hónapokban megnövekedett forgalomra, keresik a konyhalányokat, felszolgálókat, szakácsokat. Az elmúlt években azonban soha ennyire nem küzdöttek a vendéglátósok a dolgozókért, mint most. Sok helyen már lemondtak arról, hogy szakképzett munkaerőt találnak, és minimálisra csökkentették az elvárásokat. Nem szükséges tapasztalat sem, csak tanulásra való hajlam, dolgozni akarás, de így is nehéz. Kevés a jelentkező, vagy ha van, akkor az illető csak egy-két napig bírja a munkából adódó terhelést. Az éttermek egyébként az idén nagyon erős szezonra számítanak. Ez a járvány óta az első olyan nyári szezon, hogy szinte nyoma sem látszik már a korlátozásoknak, amelyek miatt nem csak a vendégek voltak óvatosak, de a szektorban dolgozók is bizalmukat vesztették, és sokan pályát váltottak. Közel 750 gimnazista vett részt a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium hagyományos diáknapján, ami a sport és a művészetek jegyében telt. A résztvevő diákok kipróbálhatták főző tudásukat, de számos sportversenyen is elindulhattak. Többek között kosárlabdában is összemérhették tudásukat a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium diákjai a hagyományosan megrendezett mozgás, művészet, juniális programsorozat keretein belül. Potápi András Árpád elmondta, a sok sportrendezvénynek köszönhetően jó hangulatban zajlanak a programok, hiszen mindenki megtalálja a saját kedvencét. Minden évben megrendezésre kerül itt az MMIA az iskolánkban, és a mi osztályunk indult futballban, kézilabdában, kosárban és röplabdában is. Azonban fociban nagyon gyorsan kiestünk, de kéziben meg röplabdában még mindig ott vagyunk igazából, szóval szerintem jó eredményeket fogunk elérni. A nap során minden osztálynak kötelező volt egy-két-három perces műsorral készülnie, ami lehetett ének vagy táncprodukció is. Igazából ez az első juniálisom, és nekem eddig nagyon tetszik. Nagyon sok sportban lehet versenyezni az osztályok között. Én csocsóban mentem volna, de az elmaradt, úgyhogy én igazából csak szurkolok. Főzünk is, mi lángost sütünk, úgyhogy azt majd meg fogjuk enni, és tényleg nagyon tetszik, mert így együtt van az osztály, és kicsit összekovácsolódik még jobban így az első év után. Máté Norbert testnevelő tanár szerint olyan szerencsés helyzetben vannak az iskola diákjai, hogy több sportágban is eredményes csapatot tudnak kiállítani.
ez egy önfelett játék. Szerencsére a tanár kollégákkal együtt meg tudjuk oldani azt, hogy picit együtt játszunk velük, jól érezzük magunkat. Nagy sikere van, és az elmúlt időszakban úgy érzem, hogy ezek a programok sajnos kevesebb volt belőle, és hiány volt ebből. Ezt tapasztalom most is, hogy nagyon nagy az igényre, és nagyon örülnek a gyerekek, hogy így egy ilyen nagy programon részt vehetnek. A diákoknak lehetőségük volt még grillezni, sütni vagy főzni, emellett különféle képességfejlesztő, logikai és szerepjátszós feladatok várták őket a drámateremben. 6 illegális bevándorlót fogtak el Nagy Dorogon, miután lakossági bejelentés érkezett a helyi rendőrséghez. A településen dolgozó, rendfenntartó szerv járőrei hamar a migránsok nyomára bukkantak, majd intézkedések alá vonták őket. A képen látható bevándorlókat fogták el a rendőrök Nagy Dorog utcáin. A 6 magát szír állampolgárnak valló migráns valószínűleg embercsempészek segítségével kerülhetett Magyarországra. Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, az elfogott illegális betelepülők feltehetően egy családhoz tartoznak, célállomásuk pedig valamely nyugat-európai ország. Állampolgári bejelentés érkezett, hogy Nagy Dorog belterületén valószínűleg 6 illegális migráns tartózkodik. A nagydorogi kollégák perceken belül a megadott helyre mentek, ahol meg is találták a 6 szemét. Megállapították, hogy a 6 személy valóban illegális migráns. Hozzátette, semmilyen irattal nem tudták igazolni jogszerű magyarországi tartózkodásukat, illetve személyazonosságukat. Az illegális migránsok közül 2 fő felnőtt férfi volt, egy pedig felnőtt nő és 3 fiúgyermek. Ők mind a 6-an szír állampolgárnak vallották magukat. A 6 személy ügye a paksi rendőrkapitánysághoz került, akiket elszámoltatásuk után visszaszállítanak az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programjának köszönhetően első alkalommal rendezték meg Dombóváron a Hangszert a kézbe elnevezésű rendezvényt. A szervezők célja, hogy minél többen találkozzanak a zenei eszközökkel, és kipróbálják azokat, ezáltal pedig sokakat rávegyenek arra, hogy zenéljenek. Dombóvár város alpolgármestere Kerényi Zsolt is hangszert ragadott annak az országos szervezésű rendezvénynek a megnyitóján, melynek 58. helyszíne volt a település. A Hangszert a kézbe kiállítás egy olyan kezdeményezés, ahol a gyerekek számos zenei eszközt kipróbálhatnak. Ahogy az alpolgármester fogalmazott, sokkal boldogabb életet tud élni az, akinek a zenével kapcsolata van. 2 alapfokú művészeti iskola is működik Dombóváron, elég sok tanszakkal, tehát különböző hangszereket lehet tanulni. Mondhatom azt, hogy szinte minden klasszikus hangszert, és ezen kívül nagyon sok amatőr és kevésbé amatőr zenei formáció együttes is működik. Tehát akinek van ilyen fajta terve, affinitása, az megtalálja a lehetőséget Dombóváron. Az országjáró zenei játéktérre és ismeretterjesztő program sorozatra már az első délelőtt alkalmával sokan voltak kíváncsiak. A diákok az interaktív kiállítás keretében elismert szakemberek közreműködésével próbálhatták ki a hangszereket. A rendhagyó énekórák pedig bemutatták számukra a különböző zenei műfajokban használt eszközöket, az irányzatok, stílusok kialakulását és azok sokszínűségét. A kezdeményezés 2017-ben indult, tudtuk meg a program megálmodójától. Miután a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló programja mellé állt, 17 februárjában elindulhatott az első, és akkor még azt gondoltuk, hogy jó, csinálunk belőle 8-at, aztán befejeztük, de már az első alkalmaknál jöttek a városok, hogy hú, de hát ezt mi is szeretnénk, művelődési ezek, hogy ez hozzánk is eljuthatna. Az érdeklődők június 11-éig próbálhatják ki ingyenesen a hangszereket. Regionális híreink következnek. Villámárvíz zúdult Pécsre, a nagy mennyiségű csapadék ingatlanokat öntött el. Magára hagyta kutyáit egy komlói férfi, tettéért 3 év börtönre is ítélhetik. Fesztiváloztak a Baranya megyei hidason, kulturális műsort adtak a nemzetiségi együttesek. Újabb komoly zivatar érte el Pécset csütörtökön. A lezúduló eső olyan sok volt, hogy a csapadék elvezető rendszer nem bírta el. Több ingatlan beázott, és útszakaszok váltak átmenetileg járhatatlanná. Hatalmas felhőszakadás okozott villámárvizeket Pécsett a délutáni órákban.
Több pincét és alacsonyan fekvő ingatlant is elöntött az esővíz. A tűzoltókat is sok esetben riasztották. Rövid időn belül számos jelzés érkezett a Baranya megyei katasztrófa védelmi igazgatóságra, miután a hirtelen lezúduló esővíz udvarokat, garázsokat, ingatlanokat öntött el. Egy órán belül 30 mm eső zúdult a Baranyai megye székhelyre, mely félhavi csapadék mennyiségnek felel meg. Ezt nem bírta az épített csatornarendszer, így több helyen az ingatlanokban megjelent a szennyvíz, és az utcai fedlapok is elmozdultak a helyükről. A városban több kereszteződésben állt le időszakosan a forgalom, volt, ahol a járművek tengely szintjéig ért a víz. A Bálicsi úton egy folyamatban lévő útépítésnél kellett a kivitelezőknek a tűzoltók segítségével homokzsákokat rakni, hogy a munkálatokat, valamint az út melletti ingatlanokat is védjék a csapadéktól. A tűzoltók szóvívője a lakosság türelmét és óvatosságát kéri. Azokban az esetekben, ahol vízeltávolításhoz kérik a tűzoltók segítségét, nagyon fontos tudni, hogy a tűzoltók csak abban az esetben tudnak beavatkozni, ha a vízréteg meghaladja 40 cm-es magasságot. Ezekben az esetekben, vagyis mikor elárasztotta a pincénket, a laksorunkat a víz, nagyon fontos, hogy csak azután menjünk le a helységbe, miután áramtalanítottuk azt. Az előrejelzések szerint az esti órákban újabb hasonló zivatarrendszer éri el a megye székhelyt. Várhatóan sok eső esik majd rövid idő alatt, figyelmeztetnek a meteorológusok. Állatkínzás miatt vádat emeltek az ellen a komlói férfi ellen, aki tavaly szeptemberben hagyta magára a kutyáit. A megkötve tartott állatoknak nem vitt elegendő élelmet, és nem gondoskodott a hidegben búvó helyről sem. 3 év börtönre is ítélhetik. Ezek a kutyák biztonságban vannak a menhelyen. Ide került az a 2 négylábú is, amelyek hónapokig éheztek és fáztak Komlón. Tulajdonosuk hagyta hátra őket, miután elköltözött a házából még 2021 őszén. Súlyosbítja az ügyet, hogy a hideg beköszönte előtt megkötve maradtak az ebek. Megbeszélte a szomszédjával, hogy neki viszi azt az élelmet, amit a kutyáknak szán. Ezt a szomszéd majd a kutyáknak adja, és az itatásukról is gondoskodik. A vádlott 2 hetente vitt élelmet a kutyák számára a szomszédnak, aki azzal megetette a kutyákat, és meg is itatta őket több alkalommal, de jelezte a vádlottnak, hogy az élelem, amit vitt hozzá, nem elegendő, a kutyák éhesek, és láthatóan fogynak. A férfi azonban ezzel nem törődött, nem gondoskodott az állatok megfelelő élelmezéséről. A kutyák szenvedése súlyosbodott akkor, amikor beköszöntött a hideg idő, és nem volt búvóhelyük az udvaron. Az állatok szenvedésének az vetett véget, hogy lakossági bejelentés alapján egy hatósági állatvédelmi ellenőrzésre került sor az ingatlanon, amit követően az állatokat elszállították a komlói ebrendészeti telepre. Mivel a vádlott elhagyta állatait, azoknak hosszantartóan különös szenvedést okozott. Ezért állatkínzás büntette miatt 3 évig terjedő, letöltendő börtönbüntetésre ítélhető. Az elmúlt években jelentősen csökkent a parlagfűvel szennyezett területek mérete Somogyban. A kormányhivatal adatai szerint míg 2020-ban több mint 150 hektár ilyen földet tártak fel a szakemberek, addig tavaly kevesebb, mint a felét. Idén minden eddiginél korábban, már május közepén elindultak a hatósági ellenőrzések. Az idei tavaszi időjárás is kedvezett a parlagfű fejlődésének. Az április végi május eleji esők után tömegesen bújt ki a földből a gyomnövény, a napsütés hatására pedig a virágzás és a vártnál korábban robbanhat be. A Somogy megyei kormányhivatal munkatársai már megkezdték a határszemre ellenőrzéseket. Szeptember 30-áig más egyéb mellett az egyes területek parlagfű fertőzöttségét is vizsgálják. Hogyha igen, találnak ilyen területeket, azokat a felvett jegyzőkönyveket megküldik nekünk. Amíg ugye csak ilyen száras leveles állapotban van a parlagfű, addig az illető földhasználó vagy tulajdonos egy tájékoztatást kap arról, hogy végezze el a mentesítést, még mielőtt a virágbimbós állapot kialakul. Ugye később várhatóan olyan július közepétől, hogyha már ilyen virágbimbós vagy netán virágzó állapotban mérik fel a területeket a kollégák, akkor onnantól kezdve viszont már eleve bírságra is számítani kell. A tavalyi évtől fontos változás, hogy ahol a parlagfű borítottság eléri a 30%-ot, ott a termesztett haszonnövény tőszámától függetlenül a hatóság kényszerkaszálást rendelhet el, mely után a gazdálkodót nem illeti meg kártérítés.
Somogy megyében a közelmúltban azonban ilyenre nem volt példa, sőt, tavaly jelentősen csökkent a palagfűvel fertőzött területek nagysága az előző évhez képest, amikor meghaladta a 150 hektárt. Gyakorlatilag ilyen 60 hektárnyi fertőzött területet mértek be a földhivatali kollégák, 45 helyrajzi számot érintően. Ezek alapján ugye volt, ahol még tavaly is ugye száros leveles állapotban, tehát nem kellett közérdekűt elrendelnünk, volt, ahol már kellett, és hát bírságolnunk, nagyjából ilyen a 30 bírsághatározatot kellett hoznunk, ilyen 1,7-1,8 millió forint összegben. A bírság összege a fertőzöttség mértékétől, illetve a terület nagyságától függően továbbra is 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Idén nyáron is lesz légi felderítés, ha pedig valakit zavar egy gondozatlan terület, az bejelentést tehet, amit a hatóság köteles 5 napon belül kivizsgálni. Fesztivált tartottak a baranyai hidas lakói. A település szülöttéről elnevezett eseményen bemutatkoztak a falu kulturális csoportjai. A cigányi német táncok, zenék mellett a bukovinai székelyek is színpadra léptek, hogy bemutassák műsorukat. Néptáncosok a színpadon a baranyai hidas helyi rendezvényén. A falu híres szülöttére emlékezve rendezik meg évente június elején a Kardos Fesztivált. A település valamikori földesurának, Kardos Kálmánnak, aki egyébként Pés alispánya is volt, és országgyűlési képviselő, tehát tulajdonképpen a falunak egy úgymond híres szülötte, hogy ennek emlékére, hogy e köré építettük fel ezt a fesztivált. A fesztiválon fellépő együttesek, amatőr zenekarok vagy táncegyütteseket próbáltuk úgy felhívni, vagy összehívni mindig, hogy lehetőleg pont az amatőr jellegre tekintettel, illetve hát az, hogy ugye minél több nemzetiségű legyen ez a műsor. Így az 1940 után betelepített bukovinai székelyek mellett a helyi németség, illetve az itt érő cigányság is bemutathatja kultúráját. A Hídasi Tájházért Egyesület az esemény főszervezője. A fesztiválon a felnőttek mellett a gyerekeknek is kínálnak programokat. A településen 1990-en laknak. Közülük közel 8%-a németnek, 4%-uk cigánynak, 88%-uk magyarnak mondja magát a 2011-es népszámlálás adatai alapján. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Özönvíz zúdult le az égből, Kaposszekcsőnél beszakadt egy út a csapadéktól. Pedagógus nap a szakképzési centrumban, 27 tanár részesült elismerésben. Mozgás művészet juniális, hagyományos diáknapját tartotta meg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium. Migránsok, illegális határátlépőket fogtak el Nagy Dorogon. Szombatra javul az idő, de még élénk, erős lökésekkel kísért északi szél fog fújni. Derült ég és csapadékmentes idő ígérkezik. Vasárnap túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható, de még sokfelé élénk marad az északias légmozgás. Hétfőn délelőtt napsütés, délután viszont egy újabb hidegfront érkezik záporokkal. Heves zivatarok kialakulása is várható. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!